Lisander szerepét játszom a Szent Iván éjjel. Álomban nagyon szeretem. Egy szerelmes pár, Hermiának a párja. Ugye a négy szerelmes közül az egyik. A bonyodalmunk ott kezdődik, hogy Puk egy tündérországból átugrik hozzánk, és igazából engem beintő poroz egy bizonyos szerrel, így másik nőbe leszek szerelmes. És azonosulni tudok vele, ugyanis Szőlősi Krisztinával játszom ezt a Hermia szerepet, duettünk is van, több is benne, összeszokott páros vagyunk, úgy hiszem. Jó vele táncolni. Jó próba folyamat volt nagyon. Vidám volt, sok vicces dolog van benne szerintem. Dóra mindig ráérez arra, hogy kire melyik szerepet ossza, illetve hogy ki mit tud. Nem biztos, hogy eltáncolni, mert nem is az a fontos, hanem ki hogyan tudja belülről megjeleníteni azt a karaktert, illetve kire osztható. Szerintem ezért könnyebb egy kicsit renget nekünk, mert ugye eleve egy olyan szerepet kapunk, amivel tudunk azonosulni. Nyilván ugye megkapjuk a koreográfiát, a mozgássorokat, amit el kell táncolnunk, de utána van egy kis terelgetés, hogy a szerep merre is megy és hogy halad, de szerintem nagyon sokat építkezünk magunkból, és azt veszem észre, hogy így a Dóra is már bízik bennünk, hogy így hogy formáljuk meg azt a karaktert, illetve hogy tényleg mit kell átadnunk, illetve éppen milyen stádiumban kell lennünk a darab bizonyos pontjain. Egy-kétszer van, hogy igen, ki kell javítani minket, mert hát mégiscsak ő a rendező, illetve a koreográfus, ő tudja, hogy pontosan merre szeretné, illetve hogy összképileg a színpadon ez hogy hat. Ugye Arany János fordította, ha jól tudom, 1863-ban. Én olvastam, és nagyon tetszett. Igazából akkor szerettem bele így ebbe a Lisander szerepébe. És meg nekem a nyelvezete nagyon tetszik. Az egész, ahogy megvan írva, szerintem akkor egy kincs, így a magyar fordítás, vagy nem tudom, hogy így mondhatom, így a szövege, hogy egyszerűen hihetetlen minden egyes szava, mondatai, sorai, egyszerűen érték. Úgyhogy nekem nagyon tetszett. A legjobban azt tetszett meg, ahogy a szerelmesek beszélnek egymással, amilyen hangvételt fognak, amilyen minden egyes érzés, meg érzelem szerintem nagyon ki van élezve, és nagyon erősen jön a darabban is, mint a műben, mint ebben is, hogyha valaki szeret, akkor azt tényleg halálosan szeret. Vagy ha valaki kicsit bolondos, akkor az tényleg már a ló túloldala mindig szinte, vagy akár egy aktus, vagy bármi, igazából olyan dolgok történnek benne, ami eszméletlen, nem tudom, hogy több mint 500 éve, vagy mikor íródott talán az eredeti mű, hogy akkor is már ilyenek voltak. Én is szeretek szerelmes lenni, meg szerintem az egyik legszebb dolog a világon, a legerősebb érzésnek is tartom. Szerintem nagyon szép dolog, és ezért is megvan a szépsége ennek a szerepnek is, és így, én nem tudom, abszolút tudok vele azonosulni. Szeretek szeretni. Hát ugye több síkon folyik a történet, abszolút átélem ezt a több világi dolgot. Minden ember szerintem hisz valamiben. Kérdés, hogy mennyire vállalja, vagy minek nevezi azt. Én abszolút hiszek ezekben a dolgokban is, mint ilyen picit ilyen spirituális dologként is. Nem, de nekem nagyon tetszik. Igazából nagyon bonyolult, szerintem, szóval, hogyha valaki ezt az egész történetet egy lapra leírja, amikor elolvassa, én azon nem lepődök meg, hogyha tényleg is vektorokat rajzol, hogy ki hova mit csinál, és ki kivel szerelmes, és ki honnan indult el, és kinek mi lenne a feladata. Sokat szoktam olvasni, szeretem, hogyha meg van bonyolítva egy dolog. Ez megvan. Maga a mű ugye nagyon értékes, mint írott mű. Ezt ugyanúgy szerintem át lehet adni tánccal is, mozgással is. Szerintem ugye van az, hogy néha nincsen szükség szavakra, és nem tudom, szerintem az előadásainkon, így azért visszamenőleg is sikerült átadni azokat az érzelmeket, csak mozgással, vagy zenével akár, amit ki kell, hogy fejezzen egy bizonyos szituáció, vagy szereplő, vagy az a momentum, az abban a pillanatban, hogy úgy előjöjjön. Szerintem ezek mozgással is így a színpadi képvilággal abszolút megvalósítható, és meg is valósulnak ezek a dolgok szerintem. Ugye Dóra nagyon felkészülten jön igazából minden próbára, és minden darabhoz úgy áll, hogy tudja, hogy mit akar, és hogy merre felé
kell haladni az előadásnak, illetve minket is merre kell úgymond terelnie, mert tudja, hogy nagyjából mit fogunk táncolni. Rengeteg dolog le van fixálva, viszont vannak, amik hát az élet hozza igazából, meg az adott próba, az adott szituációkból alakulnak. Elég jó csapat vagyunk, és elég jókról tudunk nevetni is együtt szerintem, úgyhogy emiatt rengeteg ilyen vicces dolog került bele. A zenéjét tekintve, ugye klasszikus és modern zenét is használ benne a Dóra, illetve mi, mint mindegyik előadásban. Én a klasszikust jobban szeretem általában, vagy az eddigi előadások alatt jobban szerettem. Most talán most van először, hogy a modernebb, a mai zenét preferálom kicsit úgy, igen, jobban. Szerintem eszméletlen zenei anyag van benne, nagyon jó válogatás, és hogy az ember igazából, még hogyha nem is színházba ülne, szerintem akkor is meg tudná ezeket hallgatni otthon. Most nem azt mondom, hogy főzés mellett, de akár vezetés-főzés mellett, ezek olyan zenék, amiket hallgathat az ember, és szerintem érdemes is hallgatni ilyenfajta zenéket. Nem hiába vannak ezek kitéve a színpadra is, így a nézők elé, illetve nem hiába ezek vannak az előadás alatt. Nyáron is szoktunk dolgozni, azért táncolunk nyáron is. Ennyit nem biztos, szóval hogy ilyen sok előadást nyáron nem játszottunk még szerintem. Érdekes lesz, majd meg kell szoknunk. Télen volt, hogy a hideggel küzdködtünk a színházban egy-két előadáson. Igazából az a baj az, hogy ugye, hogyha ha megizzadunk, és akkor utána ott egy gyors öltözés, akár a színpadon, vagy bármi, kicsit akkor hideg tud lenni. Most nyáron ezzel nem lesz bajunk, inkább a hőséggel, főleg egy-két jelmez szerintem jól néznek ki, csak anyagilag nem annyira szellőznek, úgyhogy igazi szauna van alattuk. Mérlegre nem álltunk, hogy mennyit fogytunk egy előadás alatt, de szerintem biztos a grammok, dekák azok jönnek le.